Az Európai Régiók és a Városok hetére érkezett Brüsszelbe a vajdasági delegáció, amelyet Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke vezet. Elnök úr, európai léptékkel nézve, mennyire versenyképes Vajdaság? Miben lehetne javítani, és mi az előnyünk másokhoz képest? Többedik alkalommal vagyok így október elején az Európai Régiók és Városok hetének rendezvényén. Nagyon fontos ez a rendezvény, mert alkalmat jelent arra, hogy sok mindenkivel tudjon az ember találkozni, illetve ami talán ettől sokkal fontosabb, hogy újra és újra el tudja mondani azokat a mondatokat, amelyek a vajdasági régióról, Vajdaságról és Szerbiáról, Szerbia uniós csatlakozásáról szólnak. Azt gondolom, hogy ezeket a mondatokat sose elég elmondani, újra és újra minden egyes alkalmat megragadva ezeket a mondatokat ki kell mondani. Ez különösen így van most, amikor alakul az Európai Bizottság elkövetkező 5 évre vonatkozó politikája. Elemi érdekünk az, hogy ebben a kialakuló félben levő politikában a bővítés kérdése teljesen másképp kerüljön megítélésre és megfogalmazásra, mint a Juncker bizottság ide alatt. Az elemi érdekünk, hogy Szerbia uniós csatlakozása fölgyorsuljon, és ez az alkalom is kiváló lehetőség arra, hogy ezzel kapcsolatos mondatokat az ember újra és újra megfogalmazza és elmondja. Vajdaságot 3 Európai Uniós ország is határolja. Konkrétan milyen projektekre ad ez lehetőséget? Ez a körülmény elsősorban a határon átnyúló projektek megvalósítására ad lehetőséget most a dolgoknak ebben a fázisában. Azt reméljük, hogy az elkövetkező években mind több olyan európai forrás áll majd rendelkezésre, amikből a térség fölzárkózását gyorsítani tudjuk. Most ebben a pillanatban gyakorlatilag a határon átnyúló együttműködések, projektek a realitás. Ebben a tekintetben azt gondolom, hogy Vajdaságnak nincsen szégyelnivalója se a Magyarországgal bonyolított határon átnyúló együttműködések tekintetében, se Romániával, se pedig Horvátországgal kapcsolatban. Kihasználtuk eddig gyakorlatilag a rendelkezésre álló forrásokat, nem csak a pályázatok szintjén, hanem a megvalósítások szintjén is, ami részben azért jó, mert nem hagytuk veszni a rendelkezésre álló forrásokat, részben pedig azért, mert a fölkészültségünket és a komolyságunkat tudtuk ezzel bizonyítani. Találkozott a Fidesz európai politikusaival is, Gál Kingával és Dajcs Tamással, és természetesen Deli Andorral is. Miről esett itt szó? Hát arról, amiről mindig szó szokott esni ilyen találkozásokon. Amikor én Brüsszelbe jövök, akkor nem szalasztom el a lehetőségét annak, hogy akár a delegációval, akár pedig a delegáció tagjaival találkozzak. Most a ön által említett 3 európai parlamenti képviselővel találkoztam, aktualitásokról beszéltünk, reménykedő hangulatban. Várhelyi Olivér az új bővítési biztos jelölt. Mit várhat tőle Szerbia? Hát én mindenek előtt azt szeretném és azt várom, hogy a bizottság elnöke van der Leyen asszony megerősíti azt, hogy ő a jelölt a szomszédság és bővítés politikára, és mindenféleképpen azt várom, hogy a társulási folyamat föl fog gyorsulni. Nagyon fontos az, hogy egy olyan ember kerüljön ennek a portfóliónak az élére, aki ismeri a mi térségünket, aki érdekelt abban, hogy a fölzárkózás, illetve a tagság megszerzésének folyamata az egy sikerfolyamat legyen, és ami nem mellékes, egy olyan országból származik a jelölt, amelyik megkérdőjelezhetetlen híve nem csak Szerbia, hanem az egész Nyugat-Balkán fölzárkózásának. Emellett van egy fontos momentum még, ami nekünk magyaroknak fontos, ilyen fontos portfóliónak a birtokába még magyar politikus az elmúlt időben nem jutott. Pásztor István elnök úrnak Brüsszelből köszönjük szépen!